A napjaink vendége a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselője. Köszöntöm a Szabadkai stúdióban Pásztor Bálintot. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mikor merült fel önökben először a választási csalás lehetősége? A választások után egy-két nappal, akkor, amikor kiderült, hogy az a szavazatszám, amiről vasárnap este beszéltek, az nagyban eltér a végeredménytől. Ezt felettébb gyanúsnak tartottuk, ugyanis ilyesmire még az elmúlt másfél évtized során nem került sor. És az elmúlt napok pedig be is bizonyították, hogy ezek a gyanúk, ezek nagyon komolyak, elsősorban Szabadkára vonatkozóan, de mi ezeket a gondokat a hatáskörrel rendelkező intézmények bevonásával szeretnénk megoldani, nem az utcán, nem szeretnénk destabilizálni az országot, semmilyen olyan párthoz nincs közünk, amely az utcán szeretné ezeket a gondokat megoldani. Az aktivistáink átvizsgálták a törvény által adott jogokkal élve a szavazó cédulák egy részét, sajnos a Demokrata Párt által folyamatosan akadályokba ütköztek, és mindenféle módon próbálták ezt a folyamatot lassítani, illetve ellehetetleníteni, de a szavazó cédulák közel 10%-ának átvizsgálásával már meg lehetett azt állapítani, hogy a gyanú komoly, és átadtuk az ügyet, ahogy a bejátszásban is ez elhangzott az ügyészségnek. El kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen egy komoly problémának tartom azt, hogy Szerbiában 2012-ben is még annak a lehetőségéről kell gondolkodni vagy beszélni, hogy meglophatják a pártokat a választásokon. Azt gondoltuk, hogy ez már legalább 12 éve mögöttünk van. Viszont amikor azt látjuk a terepen, illetve a választási bizottság helyiségeiben, hogy több száz más árnyalatú, más típusú szavazócédula van a zsákokban, amelyek szinte mindegyikén a Demokrata Párt van bekarikázva, akkor azt gondolom, hogy nem tehetünk mást, meg kell védenünk azoknak az embereknek az integritását és az alapvető emberi jogát, akik ezeken a választásokon részt vettek, teljesen függetlenül attól, hogy mely pártra szavaztak, és bűnvádi feljelentést kell tenni ismeretlen tettes ellen. Mire számítanak? Arra számítunk, hogy az ügyészség ellátja a feladatát, és hogy mindenki, aki ezeken a választásokon részt vett május 6-án, egyértelmű választ kap arra, hogy választási csalásra került-e sor, vagy pedig nem. Mi azt tehettük, hogy az intézmények bevonásával próbálunk az igazunknak érvényt szerezni, az ügyészségen áll, hogy a következő napokban mi fog történni. Mi pedig továbbra is készülünk az elnökválasztás és elsősorban a tartományi választások második fordulójára. Közvetlenül a választásokat követően a pártelnöke úgy nyilatkozott, hogy több mint 90 ezer szavazatot tudnak a magukénak. Később viszont kiderült, hogy megközelítőleg 60 ezer polgár szavazott Pásztor Istvánra. Hova tűnt a hiányzó 30 ezer voks? A részleges eredményekre alapozva tette kijelentését Pásztor István. A végeredmény azonban egy harmaddal kevesebb lett. Úgy vélik, hogy ennyit loptak el a választási csalással? Nem megközelítőleg 60 ezer szavazatot kapott, hanem a hivatalos végeredmény szerint több mint 63 ezer szavazatot. A köztársasági parlamenti választásokon pedig mintegy 68 ezer szavazatot. Ezeket a részeredményeket vasárnap este nem mi találtuk ki. Az elmúlt választások során egyetlen egyszer sem fordult az elő, hogy ekkorát tévedjenek azok a szervek, amelyek nyilvánosságra hozták a választások részeredményeit. Éppen ezért merült föl bennünk a gyanú arra vonatkozólag, hogy valami nincs rendben a választásokkal kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a gyanú nagy részbe is bizonyosodott, ugyanis nem lehet úgy végigmenni Szabadkán az utcán, hogy ne állítsanak meg bennünket különböző nemzetiségű emberek, és ne mondják azt, hogy nem értik, hogy hogy lehet az, hogy a VMS hivatalosan Szabadkán csak mintegy 16 ezer szavazatot kapott, ugyanis ők is ránk szavaztak, meg a szomszédjuk is ránk szavazott, meg nagyon sokan ránk szavaztak, és egyszerűen nem értik az emberek, hogy hova tűntek ezek a szavazatok, de nem a találgatásé kell, hogy legyen a tér, hanem a hatáskörrel rendelkező intézményeknek, elsősorban az ügyészségnek kell ellátni azt a feladatot, ami a törvény értelmében ilyen esetekben megilleti. Az egész országnak az az érdeke, hogy végérvényesen pont kerüljön erre az ügyre, és hogy tudjuk, hogy például Szabadkán
ki és mennyivel nyerte meg az önkormányzati választásokat. Szabadkán járt szombaton Boris Tadić, a demokrata párt elnöke. Az elnökválasztáson megszerzett voksok száma elegendő az egyezkedéshez. Miben állapodtak meg? Tudom, hogy nem ön volt a beszélgető partner. A voksok nem arra jók, hogy egyezkedni lehessen, hanem arra jók, hogy az adott politikai párt mögött a támogatás tudatában, vagy az adott politikai párt a támogatás tudatában el tudja látni a feladatait. A köztársasági parlamentben a jelenlegi 4 helyet 5 mandátummal rendelkezünk majd, a tartományi parlamente vonatkozásában pedig 20-a után fogjuk azt tudni, hogy hány mandátummal rendelkezünk. Az egészen biztos a konkrét kérdésre vonatkozóan, hogy Tomislav Nikolićot nem fogjuk támogatni a második fordulóban, hiszen az ő értékrendje nagyban eltér a vajdasági magyarság és a VMS értékrendjétől, az pedig, hogy Boris Tadić támogatására szólítjuk-e fel az embereket, az pedig attól függ, hogy a következő napokban például a szabadkai ügy vonatkozásában mi történik, illetve attól fog függni, hogy a VMS programjának főbb elemeiről meg tudunk-e állapodni, nevezetesen arról, hogy ezek a főbb programpontok részét képezzék a következő köztársasági kormány programjának, például az, hogy vajdaságot kirabolják-e a jövőben, vagy pedig nem, vagy milyen mértékben szándékoznak ezt megtenni, például az, hogy a mezőgazdasági támogatás politika az kiszámíthatóbbá válik-e, és egyéb más kérdésekről szeretnénk megegyezni. Az biztos, hogy személyesen VMS-es politikusok nem fognak a köztársasági kormány munkájában részt venni, hiszen nem az a célunk, hogy a programunkat föladjuk egy-két miniszteri bársonyszékért, de a parlamentben továbbra is jelen leszünk természetesen a választók akaratából, és ahogy az elején mondtam, erősebbek leszünk, mint voltunk, hiszen megadatott annak a lehetősége hosszú évek után először, hogy önálló magyar frakció alakulhasson a belgrádi parlamentben. Az esetleges választási csalások ellenére elképzelhető a demokratákkal való együttműködés? Tudja, szerkesztő asszony, ez úgy van, hogy nem igazán van választék. Tehát egyrészt itt van a Boris Tadić vezette demokrata párt, másrészt pedig itt van a Nikolić féle haladó párt. Az biztos, hogy a Nikolić féle haladó párttal semmiféle közösséget nem tudunk vállalni, és egészen biztos, hogy velük nem fogunk együttműködni. Az, hogy a Boris Tadić féle demokrata párttal együttműködünk-e, ez pedig attól függ elsősorban, hogy hajlandó-e ránk a demokrata párt partnerként tekinteni. A stratégiai partnerség megerősítésére sor került, amikor a két párt elnöke 2 nappal ezelőtt Szabadkán találkozott, de én örülnék annak, hogyha ez a stratégiai partnerség minél több tartalommal töltet neki a következő napokban. Mi a helyzet a szabadkai önkormányzattal? Tárgyaltak-e már valamelyik párttal az esetleges koalícióról? Nem tárgyaltunk sem Szabadkán, sem más önkormányzatokban, hiszen ahogy mondtam néhány perccel ezelőtt, a választási küzdelem még nem zárult le. Várjuk a második fordulónak az eredményeit. A VMS-nek 10 jelöltje maradt talpon a tartományi választások második fordulójára. 4 Szabadkán, ezen kívül Topolyán, Kishegyesen, Magyar Kanizsán, Török Kanizsán, Zentán és Csókán. Ennek a választásnak az a tétje, hogy a vajdasági magyarok minél több képviselővel rendelkezzenek a tartományi parlamentben, hiszen ez lenne a garanciája annak, hogy a vajdasági magyar érdekeket megfelelő mértékben lehessen képviselni a következő parlamentben és a következő tartományi kormányban. És amikor a választások végérvényesen lezárulnak május 20-án, azt követően fogunk Szabadkán is és az összes önkormányzatban tárgyalni arról, hogy a következő önkormányzati vezetések hogyan álljanak föl. Tehát a vasárnapi megméretés még hátra van, reálisan még hány képviselőre számítanak a tartományi parlamentben? Ez attól függ, hogy a magyarok milyen arányban vesznek részt a választásokon, a második fordulóban. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy vegyen részt a választásokon és a tartományi választásokon támogassa a VMS jelöltjét ezekben az önkormányzatokban. Nagyon sokan mondják azt, hogy a választási csalás lehetősége miatt az elnök jelöltekben csalódtak. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy a köztársasági elnök választástól függetlenül, teljesen függetlenül attól, hogy mit gondolnak például Boris Tadićról,
a tartományi választásokon vegyenek részt és szavazzanak a VMS jelöltjére, ami pedig az elnök választást illeti, a VMS ígéretéhez híven legkésőbb csütörtökön este közölni fogja, hogy mit javasol a választóinak az elnök választása vonatkozóan. Ezt már elnök úr is bejelentette, hogy csütörtökön este tájékoztatja a polgárokat arról, hogy kit támogatnak majd az elnök választáson, de eldöntötték már, hogy kinek adják voksukat, csak még nem hozták nyilvánosakra, vagy még gondolkodnak rajta? Azt döntöttük el, hogy az elkövetkező néhány napok fogják majd eldönteni. Az elkövetkező néhány nap fogja eldönteni, azt eldöntöttük, hogy kire nem adjuk a voksunkat. Egészen biztos, most már azt hiszem, hogy harmadszor ismétlem, hogy Tomislav Nikolicot nem tudjuk támogatni az elnökválasztás második fordulójában, ahogy eddig sem tudtuk támogatni. Boris Tadic támogatása pedig attól függ, hogy az elkövetkező napok mit hoznak. Pásztor Bálint, köszönöm, hogy a napjaink vendége volt. Köszönöm a lehetőséget.